Start. Elindult a futam, Szajabesz CD késleltette a startot, és most is nagyon gyengén indult, ezzel gyakorlatilag kiszállt, úgyhogy hatan maradtak a versenyben, Szajabesz CD pedig egy olyan jó 40 méteres hátrányból vágott neki a versenynek. A szerb színekben versenyző Byron Del Buddy, az, aki ott van a frontban, ő megy el vezetni, megtartja az egyes start számát. Hibázik kettesen Ryan, miközben elé húzott Big Ben Pax, úgy tűnt, hogy talán nem zavarta, de minden esetre hibázott, mögötte pedig ott van Zum Glück. Libasorban halad a kis mezőny, hiszen most már csak öten maradtak versenyben. Ryan Varga Sándor kezében hibázott, Szajabesz CD pedig nagyon-nagyon rossz napot fogott ki, nemhogy csökkenteni a hátrányát, hanem folyamatosan marad le. Összesen öten maradtak tehát versenyben, még mindegy jó 1200 méter van hátra a futamból. Best Boy zárja a sort, előtte pedig Karina Flink, az élen Byron Del Buddy. Meglehetősen zavaros futammal indul nagyon úgy fest a délutáni program, ez tehát a dicső díj, valóban már csak öten vannak versenyben, Byron Del Buddy, mögött ott van Big Ben Pax a harmadik helyen, az idén először futó Zum Glück, Karina Flink és Best Boy, azért ebből az ötösből bárki szerezhet egy helyezést, de talán még a győzelem és esélyük nyílhat. A tavaly novemberben Budapesten már látott Byron Del Buddy továbbá is diktálja a tempót Branislav Mukicjal, csak úgy, mint Zum Glücknek, neki is ez az első idei futása versenye, mögötte Big Ben Pax egyelőre a második, egy picit Márton Lajos most már azért mozdulnia kell a ló mögött. Zum Glück tartja magát még mindig harmadikként, Karina Flink a friss nyerő, és Best Boy szintén győzelem után a negyedik, ötödik pozícióban, akkor, amikor az utolsó 500-hoz ér a társaság, Zum Glück pedig támadásba lendül, felmegy most már Big Ben Pax mellé, kicsit ketté szakad a mezőn, bár Karina Flink is zárkózik, az élen még mindig Byron Del Buddy. Big Ben Pax folyamatosan fárad, és most már csak bíztatás alatt tudja tartani a harmadik helyezését. Külső éven Zum Glück az, aki most éppen támadja, kézből vezet továbbra is a szerb vendég, Byron Del Buddy és Branislav Mukic. Lassan megérkezünk a befutó egyeneset, Zum Glücknek vannak gondjai, úgyhogy most már csak négy főre fogyatkozott a mezőny. Best Boy próbál veki följönni Zum Glückre, aki egy kicsit kiment a kanyar külső kijáratánál. Vezet nagyon magabiztosan Byron Del Buddy. Byron Del Buddy elsőre remek versennyel jelentkezik. Big Ben Pax végül is akkor így második helyezést ér el, a harmadik pedig Karina Flink.